Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát nem tudom, mennyi levegőnk lesz. Reméljük, hogy nem úgy járunk úgy, mint legutóbb egy évvel ezelőtt körülbelül, amikor a könyvemutatón volt ugyanitt, és én nagyon-nagyon izzadtam, úgyhogy előre elnézést kérek, hogyha elkezd majd így elmosódni az arcom. De nagyon-nagyon köszönöm tényleg, és köszönjük, hogy ezt a délutánt ebben a turbulens helyzetben, amiben ma vagyunk Magyarországon, arra szántátok, hogy egy picit beszélgessünk. És engedjétek meg, hogy a legelején azzal kezdjem, hogy bemutassam azt, akivel ezt a beszélgetést közösen le fogjuk folytatni, bár interaktív része is lesz, szeretnénk bevonni a közönséget is. Dr. Káplár Mátyás ül itt mellettem, aki tanácsadó szakpszichológus, és hát nagyon sok címét tudnám még mondani, de abban maradtunk, hogy a számára talán az egyik legkedvesebb címét fogom megemlíteni, a Nemzetközi Szondi Társaságnak az elnöke vagy, ami szerintem a hazai pszichológia diplomáciának is egy nagy eredménye, úgyhogy nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy ezt a beszélgetést veled tudom lefolytatni. És a rendezvény menetéről gyorsan, hogy mondjak pár mondatot, meg egyáltalán a rendezvénynek a témájáról és a céljáról is. A menete az úgy lesz, hogy mind a ketten mondanánk egy 15-15 perces kis bevezetést, vitaindítót, aztán ha megengeditek, akkor reflektálnánk egymásra, hát ha vitát generálunk itt egymás mondandójával, és utána pedig megnyitnánk a lehetőséget arra, hogy a jelenlévők is kérdezzenek, véleményt formáljanak, bármilyen módon hozzászóljanak a témához. A téma pedig nem más, az élet tényleg a legnagyobb dramaturg sokszor, messiás várás és a magyar lélek, ez a mai témánk, és a magyar társadalom öröklődő mintázatai, ezt a címet, hosszas keresgélés után végül ezt a címet adtuk ennek a ma estének, és amit mindenképp el kell mondjak, hogy ez egy rendezvény sorozat első állomása. A Magyar Lélek sorozatnak az lenne a célja, hogy én újra és újra meghívjak ide vendégeket egy-egy olyan témával, ami közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy megismerjük önmagunkat mi magyarok, a magyar társadalom. Nyilván én jelen pillanatban egy pártelnök vagyok, de itt most nem a pártelnöki minőségemben vagyok itt, hanem olyan emberként, akit nagyon érdekel a társadalom pszichológia, szociálpszichológia, és ezek az estek erről fognak szólni. Tehát ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert mint moderátor mindent meg fog tenni azért, hogy az aktuál politikát elkerüljük. Ha valaki esetleg arra számít, hogy ilyen after party lesz itt, és majd értékeljük a nemrégiben történteket, annak csalódást fogunk okozni. Nyilván nem minden esetben lehet elkerülni az aktuál politikai, hogy mondjam, konnotációt, kontextust, összefüggéseket, de mi ezt azért abban maradtunk, hogy ezt kerülni fogjuk, és én önöktől, tőletek is ezt kérném, hogy ha majd jön a kérdések része, akkor igyekezzünk ennél a nyomvonalnál maradni, és annál a témánál, amiről most itt beszélgetni szeretnénk, és összejöttünk. És hát ennek az előadás sorozatnak és a mai előadásnak is tényleg az a célja, hogy jobban megismerjük önmagunkat, hogy kik vagyunk mi, hogy van-e a magyar társadalomnak sorsa, lehet egyáltalán ilyenről beszélni, van-e a magyar társadalomnak öröklődő viselkedés mintázata, vagy mintázatai, és hogy van-e ezt először is Mátyás, ő fogja kezdeni a beszélgetést, ő fogja elmondani a saját gondolatait. Abban maradtunk, hogy 15 percben, nyilván szerintem ez a társaság megengedi azt, hogy ebben nagyvonalúak legyünk, aztán pedig én mondanám el a magam mondandóját, utána reflektálunk egymásra, hogy mondtam, és utána pedig akkor a közönség. Úgyhogy én ennyit szerettem volna bevezetőképpen mondani, és akkor Mátyás, megkérlek, hogy nyisd meg akkor itt a gondolkodást. Én is szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép délutánom. És hát amikor először beszélgetünk arról, hogy ezt a beszélgetést majd valamikor összehozzuk, akkor hát kifejezetten amiatt került ez szóba, amit Gábor itt említett is az elején, hogy én ugye a Nemzetközi Szondi Társaságban vagyok aktív, ami ugye a sors analitikus irányzatnak ez a nemzetközi szervezete. Ami miatt ez aktuális nekünk, hogy ennek az egész háttere egy magyar származású pszichiáterhez köthető, Szondi Lipótnak a nevéhez, aki hát az 1930-as években dolgozott itt Budapesten, majd aztán ugye a koncentrációs táborba került, és onnan kikerülve pedig Zürichben, Svájcban folytatta az életét egészen haláláig 1986-ig, és ott alapította meg a mind a mai napig fennálló Szondi Intézetet, illetve hát az ő nevéhez kötődik az a társaság is, amelynek most az elnöke vagyok. És én abból a szempontból közelíteném egy kicsit ezt a témát, hogy megnéznénk, hogy a sors, illetve a sors analízis az miként képzeli el először az egyéni embernek
a sorsát, hogy ez hogyan alakul, vagy miért érdekes is ez a pszichológia számára, és utána megnéznénk, hogy ez hogyan alkalmazható egy társadalomra, és hogy egy társadalomban is létezhet-e egy olyan sors mintázat, ami átadódik generációkon keresztül. És ehhez egy picit szeretnék csak beszélni arról az elméleti háttérről, amit Szondi megalkotott, és amiben az egész sorsanalízis gondolkodik, mert talán is sokkal könnyebb lesz megérteni mindenkinek, amiről majd itt szó lesz. Amikor ő kitalálta a sors analízist, egyrészt azt gondolom, hogy egy zseniális szóválasztással ért, mert hogy ma a sors ez egy olyan borzasztóan divatos fogalom, hogy mindent el lehet vele adni. Ezt nem tudom, 1930-as években hogy találta ki, de ez mind a mai napig nagyon jó. Viszont ami miatt azt gondolom, hogy ez nem csak, hogy divatos és jó marketing értéke van, hanem nagyon fontos is, az az, hogy mindenkit érdekel az, hogy ő vele mi történik, és miért történik. Miért az az én sorsom, ami éppen velem történik, vagy például sokszor jönnek hozzám emberek különféle problémákkal, miért van az, hogy mindig ugyanolyan párt választok, miért van az, hogy mindig ugyanazokba a konfliktusokba kerülök bele, miért van az, hogy akárhány munkahelyen volt eddig, mindig ugyanazok a dolgok történnek velem, miért van az, hogyha végignézem a családomat, akkor sorra-sorra jönnek ugyanazok a dolgok, amiket megtapasztaltam, vagy megtapasztaltak dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és őt van, aki eljön, és azt mondja, hogy már a gyerekem is ugyanazt csinálja. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért csináljuk ugyanazt. Illetve miért csinálunk bizonyos dolgokat, hogyan fogunk mi eljutni egy valamilyen fajta viselkedés formára, ugye a pszichológia mindig ezzel foglalkozik, hogy miért csinálják az emberek azt, amit. Amikor a pszichológus lettem egyébként, engem is ez érdekelt. Máig nem tudom, úgyhogy nem érdemes feltétlenül emiatt pszichológusnak lenni. De hogy ez mindenkit érdekel, hogy miért csinálják azt az emberek, amit miért úgy reagálnak különféle helyzetekre, ahogy azt éppen tapasztaljuk. És a kiinduló pontja a Szondinak az volt, hogy minden egyes aktív cselekedetünk az valahol egy döntés. És minden egyes pillanatban döntéseket hozunk, akkor, amikor itt a jelenlévők eldöntötték, hogy ma ide eljönnek, amikor eldöntöttétek, hogy melyik székre fogtok leülni, az, hogy most éppen milyen testhelyzetben vagytok, és itt tovább. Ezek mind döntéseknek a sorozata. És ezek a döntések amúgy tudatosak. Tehát el tudom dönteni, hogy kiválasztom itt a második sorban az oszlop melletti helyet, ott pont nem ő senki, úgyhogy nem vagyok személyes, és oda fogok leülni. És ez egy érdekes dolog, hogy ez tudatos, viszont azt nem fogom tudni megmondani, hogy miért. Amikor párt választok, például, akkor is lehetséges, hogyha fölvennénk emberekkel személyiségteszteket, és kiválasztanánk azokat, akik amúgy passzolnak az én személyiségemhez, és felállítanánk ebből 10 embert egymás mellé, azt mondanánk, hogy na, ők pontosan passzolnak hozzád, lenne belőle mondjuk 2-3, aki tetszene, és lenne belőle az összes többi 7, akire azt mondom, hogy hát, köszönjük, inkább nem szeretnék vele közelebbi kapcsolatba kerülni. Nem tudom megmondani, miért. Amikor bármilyen emberrel találkozom, akkor rögtön van egy érzésem vele kapcsolatban, hogy ez jó, vagy rossz. Van egy első benyomásom, hogy én szeretnék ezzel az emberrel bármit kezdeni, vagy inkább taszít az egész lénye vagy a személyisége. Nem tudom megmondani, miért. Amúgy a Szondi teszterről most nem fogok részletesen beszélni, de pont erre épül. Arcképeket kell benne nézegetni, és megmondani, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus. És ez alapján, az elgondolás alapján, ahogy az rögtön már az első pillanatban, amikor találkozunk valakivel, aztán meghatározza a személyiségünk, és meghatározzák, és ez lesz a második fontos lépés, azok a belső szükségleteink, amik éppen mozgatnak minket. Ugye a szükségleteink mindenkinek vannak, éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, fáradtak vagyunk, és így tovább. Ezek mind emberi szükségletek, de hogy ennél vannak sokkal mélyebb és összetettebb belső szükségleteink is, amik aztán majd valamilyen fajta viselkedés formához fognak vezetni. És Szondi föl is rajzolta ennek az egésznek a sémáját, amikor ő arról beszél, hogy mi a sorsnak a sémája. Ő 3 fő részből állította ezt össze. Az első volt a genetikai örökségünk. Hogy ahogy születünk, az
mindenféle személyiségjegyeket meghatároz bennünk, és ezek a személyiségjegyek aztán valamilyen fajta szükségletekhez fognak vezetni. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Mindenki ismeri az extraverzió meg introverziónak a fogalmát. Ugye valójában pszichológiai értelemben ez egy szükséglet. Azért lesz valaki extravertált, mert arra van szüksége, hogy a környezetéből visszajelzéseket kapjon. Ezért olyan viselkedést fog mutatni, amivel ő el tudja nyerni a többi embernek a bizalmát, a szeretetét, ő központi ember tud lenni egy adott társaságban. Az introvertált embernek erre nincs szüksége. Ő azt mondja, hogy én tök jól vagyok egyedül, szeretnék egy könyvet olvasni, szobámban lenni. Jung, aki egyébként ezt az egészet kitalálta, az mondja, sokkal jobb, ha nincsen szükségem senki másra, magam tudom a belső szükségleteimet irányítani. Egy érdekes, hogy ez már megfordult, és azt gondolom, hogy extravertált. Ez ennyire fantasztikus. Még Facebookon, vagy nem Facebookon, de az interneten sok helyen vannak ilyen csoportok, hogy hogyan lehet valaki introvertáltból extravertált. Sehogy. Ezt így végre megsugom. Olyan viselkedést tudok mutatni, hogy mind egy extrovertált, de hogy egy introvertált nem fogja jól érezni magát, egy ilyen viselkedésben, ez egészen biztos. No, és tehát ez az egyik a genetikai örökség. A másik az a szociális környezet, amiben élünk. Hogy én az adott szükségleteimet milyen módon fogom megélni, az nagyban függ az én környezetemtől. Például a magyar háztartásokban az ünnepi ebéd az a húsleves, meg a rántott hús, meg a sült krumpli. Ez egy szociális környezet. Ha elmennénk Kínába és jönnénk a húslevessel, a rántott hússal, meg a sült krumplival, akkor nagyon furcsán néznének ránk, mert hogy ott a rizs, meg a nem tudom, szecsuáni kacsa, meg a nem tudom, lesz, ami nekik a szociális környezetük tartozik. Ez miért fontos? Mert ugyanarra a szükségletre többfajta válasz is létezik. És mindegyik adekvát lehet, és az adott környezetben mindegyik lehet jó, és mindegyik lehet rossz. És ez ezért lesz fontos, mert nekünk azt valamilyen módon értékelnünk kell, hogy egy adott válasz, amit abban a környezetben adunk, az ott éppen jól működik, vagy nem jól működik. És a harmadik pedig a mentális környezet lesz. Nagyon érdekes, hogy ő ezt már a 30-as években szétválasztotta, és a mentális környezet pedig azt mutatja meg, hogy mi az a gondolati kör, amiben én vagyok, mennyire vagyok például nyitott a világra, mennyire vagyok képes befogadni más embereknek a nézőpontját, mennyire vagyok képes széles körűen gondolkodni, vagy éppen beszűkülten. Ez lesz a harmadik pillére ezeknek a döntéseknek. És amikor ez a három összeáll, akkor ez a belső struktúra szépen majd meghatározza azt, hogy én hogyan fogok általában automatikusan viselkedni a különböző helyzetekben. Hál' Istennek, a legtöbb helyzetben nem kell mindig eldöntenünk, hogy mi történik. Valójában nagyon egyszerűen tudjuk ezt megtenni. Bemegyek a boltba, akkor tudom, hogy oda kell mennem a polcokhoz, letenni az árut, oda menni a pénztárhoz és fizetni. Ha ennek valamelyik részét kihagyom, akkor vagy sikertelen lesz a vásárlásom, vagy ha a végét hagyom ki, akkor a biztonsági szolgálattal kell ugye szembenéznem. De hogy én ezt tudom, ezzel nem kell gondolkodnom, hogy jaj, most már minden a kosaramban van, most mi is jön. Hanem ezt tudom magamtól. És el tudok menni a pénztárhoz és kifizetni. Szóval ezek egy automatikus döntések, ugyanúgy, ahogy a bonyolultabb döntések is, mint például a párválasztás. De Szondi azt mondja, hogy akár a barátválasztás, a foglalkozásválasztás, a betegségválasztás, meg a halálnem választás is, ezek kicsit messzeri vezetnek, úgyhogy mindegyiket most nem részletezném itt, hogy ez hogyan magyarázható, de amúgy nagyon érdekes, ahogyan ő ezt levezeti. És én azt gondolom, hogy ezeken a rendszereken keresztül megmagyarázhatók egy-egy népcsoportnak a választásai is. Hiszen minden egyes társadalmat emberek alkotnak, emberek belső szükségletei mentén fog majd alakulni egy közösségnek is a vágya, az, hogy ő mit szeretne és hogyan szeretné ezt elérni. És ennek ugye a szociális háttér az már eleve önne van a rendszerbe, meg fogja majd határozni azt, hogy ez hogyan fogjuk megvalósítani. Amúgy Szondi azt mondja, erre van neki egy szép szava, úgy hívja, hogy genotropizmus, amikor a belső genetikai hátterem a szociális, illetve a mentális háttér mentén automatikusan választok, és azt mondja, hogy ez az úgynevezett kényszersors. Mert tudom valamilyen, hogy hogyan kell csinálni, úgy csinálok,
aztán ez vagy boldoggá tesz, vagy nem. És ez így működik az emberi közösségekben is. Tulajdonképpen a szociális közeg és az egyéni közeg azok egymással egy nagyon szoros kölcsönhatást fognak alkotni. Csak a kérdés az az, hogy ez miért nem változik, vagy éppenséggel mitől változik, hogyha változik. Mert hogy a mai alkalommal azért arra fogunk jutni, valószínűleg az elején, nyilván beszélgetünk még Gáborral erről egy kicsit, hogy valahogy úgy tűnik, hogy a magyar néplélekben hát van egyfajta ilyen mintázat, hogy mi szeretünk bizonyos dolgokat ugyanúgy csinálni. És valahogy, mint hogyha a magyar népléleknek is lenne egyfajta ilyen kényszer sorsa, ami találjon egy belső szükségletből, találjon egy szociális közegből, és találjon egy mentális közegből, hogy ezek azért érdekesek, mert ezek kívülről irányíthatók. És ha van valaki, aki ezt kettőt meg tudja lovagolni, akkor van egy belső szükséglet, de azt nagyon jól lehet irányítani, akármilyen irányba. És amit itt érdemes szerintem megnézni, még egy pontban, hogy ugye a kényszersors mellett létezik az úgynevezett szabadon választott sors. És igazából az lenne a cél, hogy az emberek, és nyilván a közösségek is, ezt a szabadon választott sorsot tudják élni. Mitől lesz ez sor szabadon választott? Ennek is egy viszonylag bonyolult rendszerét írja le, de szerintem négy pontban nagyon jól összefoglalható. Egyrészt, hogy képes vagyok rálátni tudatosan arra, ami bennem történik, amikor az egyes döntéseimnél megállok, és azt mondom, hogy miért történik velem ugyanez, akkor megállok, és azt mondom, hogy mi történik pontosan, és megvizsgálom ezeket. Amikor ez megvan, akkor azt tudom mondani, hogy jó, elfogadom, hogy én ez vagyok. Nem akarom távolítani, nem akarom másra fogni, nem akarok senkit hibáztatni, érte, el tudom fogadni, hogy jó, ez vagyok én ebben a formában. És azt, ami ebből jó és engem boldoggá tesz, és előre visz, azt megtartom, és ami pedig nem, azt kirakom az életemből, és helyette valamilyen másikat fogok választani. Ez lesz a szabadon választott sors. Na most, a probléma az az, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz megélni. Ha megnézzük a generációkon keresztül való átadódást, akkor azt látjuk, ugye anekdotikusan ez így szokott kinézni, hogy a második generációk fogják majd a felszínen azt hordozni, amit tehát a nagyszüleik, a nagyszülő, unoka, és így tovább. De valahogy, és ezt olyan nehéz sokszor átlátni, valójában ez nem így van. Ami történik, az pusztán az, hogy ugyanazt a dinamikát két ellentétes póluson élik meg. A nagyszülő csinál valamit, megmondok egy konkrét példát is, a nagyszülő csinál valamit, a gyerek mit mond, azt gondolom sokan átéltük ezt fiatalkorunkban, az biztos, hogy én soha ilyet nem fogok csinálni. És csinál valamit tökéletesen ellenkezőt. Majd megy tovább, neki is megszületik a gyermeke, ő csinálja a saját kis életét, ahogyan ő ezt jónak gondolja, és a gyereke mit fog mondani? Hát az biztos, hogy én így nem fogom élni az életemet, és elkezdi akár tudattalanul csinálni azt, amit a nagyszülője csinál. A probléma az az, hogy nincsen belátás arra, hogy miért csinálom én ezt, és valójában ugyanazoknak a szükségleteknek az ellenpontjain ugrálunk, egyikről a másikra, és holott a dinamikán kellene változtatni. És akkor erre mondom a példát, nagyon klasszikus gyereknevelési példa, a nagyon szigorú, meg az a laissez-faire mindent megengedő szülő. Van egy nagyon szigorú szülő, akkor annak a gyereke azt mondja, hogy én biztos, hogy a gyerekemmel nem így fogok csinálni. És utána ő lesz ez a jól van kisfiam, kislányom, bármi, csak egész nyugodtan. Mi lesz ennek a következménye? A nagyon szigorúan nevelő szülőnek a gyereke valójában nem lesz önálló. Mert hogy mindent eldöntenek helyette, és amikor neki kéne döntést hoznia, és már nincs ott mellette a szülője, akkor nincsen meg az eszköztára hozzá. Mi lesz a teljesen ezen laissez-faire módon nevelt gyerekkel? Ugyanez. Mert hogy ő neki meg nem adnak iránymutatást, és ezért az egyetlen referencia pont, aki látott már ilyen gyereket, az pontosan tudja, az egyetlen referencia pont a szülője lesz.
minden egyes dologban, mielőtt ő csinálna, oda fog nézni. Oda fog ülni, még akár serdülő korában is nem lehet kirobbantani az anyja mellől, mert hogy ez az egyetlen referenciapont az életében. Ugyanaz történik az egyik, és a másik esetben ugyanaz a fajta teljes önállóság fog kialakulni. Akkor fog majd változás beállni, amikor azt mondom, hogy én nem azt mondom, hogy nem akarok szigorú lenni, vagy nem akarok ilyen mindent megengedő lenni, hanem én azt akarom, hogy a gyerekem az egy önálló és döntésképes felnőtt legyen. Vágányt váltok a gondolkodásban. És amikor ezt elviszük egy közösségi vagy társadalmi szintre, akkor ugyanezt fogjuk látni akár generációk, akár politikai korszakok között. És akkor itt jövünk majd szépen lassan a messiás várásra, meg én is a gondolatomnak a végére. Az történik, hogy a különféle korszakokban van egyfajta irányzat, hogy mi lesz a jó a közösségnek. És ami a belső szükséglet hozzá, az kicsit az én számomra úgy tűnik, hogy az, hogy nekem, mint népnek, hát ne nagyon kelljen semmit csinálni. Hanem úgy meglegyen az, hogy nekem úgy jó. Jelen helyzetben ugye most az van, hogy akkor elmegyek, és 4 évente valahol húzok egy X-et. Nyilván ez 200 évvel ezelőtt nem így volt, akkor az volt, hogy a földes úr csináljon valamit, hogy nekem jó legyen. És a probléma az az, hogy mivel nem én döntök a saját sorsom felől, ennek a nyomasztó érzését folyamatosan érezni fogom, és ezért hát szépen majd a következő generáció, vagy a következő korszakban átállunk a teljesen másik oldalra. De tőlük pontosan ugyanazt fogjuk várni. Nem jön el az az időszak, amikor azt mondaná a közösség, hogy, illetve volt ilyen időszak, ugye történelmileg majd szerintem erről te fogsz beszélni egy kicsit, ugye a legutóbb ugye a reformkornak az időszaka, amikor azt tudtuk mondani, hogy mi nem azt akarjuk, hogy valaki oldjon meg valamit, hogy nekünk jó legyen, hanem elkezdték azt gondolni az emberek, hogy kezdjünk el egymásért felelősséget vállalni. Közösségi szinten. Az, akinek több van, az több felelősséget vállaljon, az, akinek kevesebb lehetősége van, kevesebb felelősséget vállaljon. És nem az, hogy most nektek van több, most ti vagytok a rosszabb, úgyhogy most vegyük el tőletek, de ennek ugye nyilván az lesz a következő, hogy nekem lesz több. És a másik oldal teljesen jogosan fogja azt mondani, hogy hát most nektek van több, nekünk van kevesebb, most nekünk kell tőletek elvenni. Ez egy csiki-csuki, évszázadok óta csináljuk. Tök jól működik, és ezt mondta, hogy erre nagyon jól föl lehet építeni rendszereket. És egy gondolatot hoznék még ehhez, és ezzel is lezárnám, hogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb szemlélet az a bőség, vagy a hiány szemlélet, amit nekünk meg kell alapozni. Ugye a hiány szemlélet az az, amit most látunk, hogy akkor lehet nekem valamim, hogyha azt a másiktól elveszem. Illetve ez a fajta rosszul értelmezett egyenlőség, hogyha mindenkinek ugyanúgy, ugyanannyi, ugyanúgy jár. Sose fog működni, már csak azért se, mert hogy én mondjuk biztos, hogy sokkal többet eszek, mint mondjuk egy 12 éves kislány. Tehát, hogy ez valaki rám néz, elég egyértelmű lesz. És nagyon-nagyon rossz lenne, ha neki kéne annyit megennie, mint nekem, vagy nekem kéne annyival beérnie, mint neki. Tehát önmagában ez a teljes egyenlőség, ami ugye lenne megint csak egy ilyen félrevevő irányzat, nem jó. A bőség szemlélet azt mondja, hogy van elég, jut mindenkinek, sőt, még marad is. És erre egy nagyon jó példa a különféle ilyen vendéglátásoknak az esete. Gondoljunk a batyusházi bulira. Mindenki hoz egy tálca süteményt, vagy egy valamit. Mi történik? 3 nap múlva is azt tesszük. Elmegyünk egy étterembe, mindenki magának fizet csak, amit evett, sokkal drágább lesz, és hát a jó lakottság mértéke is, halljuk be, hogy nem ugyanaz. Ez a bőség meg a hiány szemlélet közti különbség, én azt gondolom. És hogyha a magyar társadalomra és a messiás várásra gondolunk, akkor pont ez, hogy a messiások azt ígérik, hogy majd most te megkapod, aki neked nincsen.
Csak azt felejtjük el, hogy ebben a hiányszemléletben csak az van, hogy azért fogom én neked megadni, mert elveszem azoktól, akinek most van. Soha egyetlen messiás sem ígérte azt, mint a politikai értelemben, nem a vallás értelemben gondolom most, de a politikai értelemben egyetlen egy messiás sem ígérte azt soha, hogy én mindenkinek biztosítom azt, hogy megfelelő legyen. De mindig azt mondja, hogy én a jó vagyok, és én elveszem azoktól, akik rosszak, és a jóké lesz. És ez így forog jobbra-balra. Úgyhogy én egyelőre ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönjük szépen. És azt jutott eszembe, nem tudom miért, hogy akkor a kutyapárt lehet, hogy itt az első igaz messiás, mert ők megígérték, hogy mindenkinek örök élet lesz, meg ingyen sör. Az én mondandóm két dologról fog beszélni. Az egyik az, hogy szerintem mi az uralkodó pszichológiai mintázat, ami így öröklődik a magyar történelemben, a másik pedig a messiás várás. Szeretném egy picit így boncolgatni, hogy kit várunk pontosan, meg kik várják a messiást. Még mielőtt belekezdenék, azt azért tisztázzuk, hogy az a fajta nemzetközi szaktudás, amivel a Mátyás rendelkezik a saját területén, az engem nem korlátoz. Tehát, hogy én törtem szakon végeztem, meg nyilván a politikában nagyon sok mindent átéltem, és ezekből merítem a gondolataimhoz az inspirációt. Mert nyilván nekem is van egy kis tudományos pályám, egy kis, még nagyon embrionális, de kutatom a halálfélelem és a halálszorongás jelenségét, de ez nem ide tartozik. Szóval abból indulnék ki egy provokatív állítással, hogy a magyar társadalom sérült mentálisan. És ez egy közhely is, nem csak provokatív, hanem bizonyos értelemben közhely is, meg tudjuk azt is, hogy igazából ma már talán a pszichológiában egyre inkább elfogadott az a gondolat, hogy mindannyian sérültek vagyunk valamilyen szinten, és ugye a Máté Gábornak a könyve, hogy a normálisság határa is igazából nagyon szubjektív és nézőpont kérdés, hogy mi minősül normálisnak, és mi az, ami meg nem normális, egyfajta társadalmi konstrukció sok esetben. De én ezektől függetlenül is azt állítom, hogy a magyar társadalom az egy sérült társadalom, egy sérült nemzet, egy sérült nép, és hogyha lehetne ilyen rangsort a világon összeállítani, a sérültségi rangsort, akkor valószínűleg itt a felső harmadába tartoznánk. Én írtam nemrégiben, vagy talán egy évvel ezelőtt az Indexre egy cikket, ahol mint történelem iránt fogékony ember összegyűjtöttem 5 olyan patológiás mintázatot, ami szerintem a magyar társadalmat bénítja. Ezek közül az egyik az a honfoglalás, illetve hát az államalapítás óta bennünk lévő kelet-nyugat ellentét, ami ez a Koppány István harc, ami mind a mai napig bennünk van, és hogyha megnézzük, ma is bennünk él, és ma is velünk van ez a kelet vagy nyugat kérdés. A másik, az nem csak ránk jellemző, hanem úgy általában a keleti társadalmakra egy ilyen vezérkultusz, ami hogyha eltorzul, akkor egy apa komplexussá alakulhat, hogy szükségünk van valakire, aki átveszi a terheket, és a vállaira veszi a történelem, meg a szabadság, meg a felelősség terheit tőlünk. A harmadik, az már azt hiszem, hogy csak ránk jellemző, és speciálisan ránk jellemző, én ezt anyakomplexusnak hívtam a cikkben, és azt értettem alatta, hogy itt a Kárpát-medencében mi egy ilyen kozmikus magányba szorultunk kulturálisan, politikailag, történelmileg, nyelvünkben. Tehát azt, amit európai nemzetek átélnek, hogy vannak különféle nemzetek, de közöttük van valamiféle kulturális kapcsolat, vagy nyelvrokonság, vagy bármi, azt mi nem éljük át senkivel. Tehát be vagyunk ide zárva a Kárpát-medencébe is, és ez hogyan az anyakomplexushoz, ez szerintem okoz egy ilyen szeretet hiányos állapotot. Azt érezzük szerintem, hogy mi, ugye erre még óriás plakátok is vannak, hogy bennünket nem becsülnek meg eléggé. A negyedik az a tanult tehetetlenség, ami szerintem történelmileg alakult ki. Én azt gondolom, hogy Mohács után, a Mohács óta eltelt 500 év, ugye 2026-ban lesz 500 éve. Tehát Mohács óta eltelt 500 évben az a tanult tehetetlenség lett túl rá rajtunk, hogy mi nem tudjuk a saját sorsunkat a kezünkbe venni, az mindig valahol tőlünk távol, vagy a mi fejünk feled dől el, és nagyhatalmi kérdések döntik el. 89-ben volt egy apró kis időszak, amikor azt érezhette Magyarország, hogy na most akkor a kezünkbe vesszük, aztán tudjuk, hogy mi lett a folytatása, de azért az alapélmény, ez a tanult tehetetlenség, hogy nekünk nem sikerülhet. Én ezt sokszor elmondtam már, de ide kívánkozik, hogy a tüntetéseinken, ha már ma, nem akarok aktuálisan reagálni, de ha már volt már egy tüntetés, a tüntetéseinken, és én nagyon érdekes lélektant vélek felfedezni,
hogy számunkra ugye egy francia tüntető azért vonul ki, hiszen ő megtapasztalta, hogy ők forradalmat csinálnak, és a forradalom győzni tud. Amikor kimegy egy francia tüntető, azért megy ki tüntetni, mert meg szeretné változtatni azt, amiért kimegy. Amikor mi kimegyünk tüntetni, nekünk akkor sikeres egy tüntetés, ha sokan voltunk. Utána nem kell, hogy történjen semmi. Sokan voltunk. Nem vagyok egyedül. És ebben is van egyfajta egy ilyen tanultehetetlenség, hogy nem kell, hogy sikerüljön, mert úgyse sikerülhet, de legalább nem vagyok egyedül, és akkor az egy ilyen sorstárs érzést ad nekünk. Az ötödik, azt hát nem tudom, hogy helyesen, nyilván Mátyás majd lehet, hogy vakarja a fejét, én egy posztraumás stressz-szindrómának nevezném el a 20. századunkat. Tehát annyi rendszerváltás, mint a 20. században Magyarországon volt, tehát kevés más országban volt. Lényegében volt, hogy 1918-1920 három rendszerváltás volt. És abban aztán ott mindenki volt mindegyik oldalon. És hát nyilván egy ilyen hosszú és kimerítő, traumatikus történelem, mint a 20. század, az fáradtá tesz, kiéget bennünket, és van egy ilyen történelmi fáradtság, egy ilyen posztraumás stresszavar, stresszállapot, amiből mégsem tudunk szabadulni, tehát miközben szeretnénk szabadulni, nem tudunk belőle szabadulni, újra és újra így a gondolatainkba férkőzi magát. Ez az öt van szerintem, nyilván lehet több, meg ez csak egy ilyen kis, magam számára is egy kis vitaindító, mert szerintem az, ugye azt ígértem, hogy arról fogok beszélni, hogy mi szerintem a legfontosabb ezek közül. És szerintem a legfontosabb az első. Tehát amit én így történelmi korszakokon átívelő módon mindig feltűnni látok, ez a kelet-nyugat megosztottság, ez a tudathasadás, tudom, hogy ez nem szakszerű fogalom, de hogy diszociatív zavar. Ez az, ami szerintem végigkíséri az egész magyar történet, ugye Szent Istvántól. És ráadásul, hogyha ezt megnézzük, ennek még van egy ilyen földrajzi alapja is, hiszen a Kárpát-medence az valahol kelet-nyugat határa. Kulturális alapja is van, ugye itt van a római keresztény, meg a keleti keresztény kultúrának a határvonala, sőt, még korábbra menve, a római birodalom is csak a Dunáig tudta terjeszteni a hatalmát, tehát Pannonia az a római birodalom része volt, ami a Tiszántól az a káosz és a sötétség. És ugye ma is vannak, akik ezt politikailag is úgy érzik, hogy mintha még mindig velünk élne. Én kelet-magyarországi vagyok, kikérem magamnak, de hallok ilyen jellegű dinamikákat. Szóval van ennek egy csomó történelme, meg földrajzi, meg kulturális adottsága, és akkor ebbe beérkezik a magyar nép, elfoglaljuk a Kárpát-medencét, és hogy itt fontos hangsúlyozni, hogy előttünk soha senki nem tette ezt az egyébként földrajzilag azért mégiscsak egységes, Kárpátok által körbeölelt területet soha nem tette még senki politikai egységé. Tehát ez a magyar királyság volt az első, ami ezen a földrajzi területen egy egységes államot formált meg, és azóta is tartja ezt a több-kevesebb sikerrel ezt a pozícióját. De ettől függetlenül a korábbi történelmi és kulturális, meg a történelmi során jövő kulturális megosztottságokat azokkal együtt kell élnünk. Sőt, ugye az egész történelmünk végül is azzal kezdődik, az államalapításunk legalábbis, hogy ezt a ketti osztottságunkat nagyon drámai körülmények között éljük át, ugye Koppányt fel kell négyelni. És az azért egy elég, hát hogy mondjam, egy elég, hát sokan nézték volna, ha lett volna akkoriban a YouTube. Azt a jelenetet, amikor Koppányt felnégyelik. Tehát ez egy drámai dolog volt, és üzenete is volt. Lényegében kivágtuk, vagy szétvágtuk azt a keleti eredetünket, és megsemmisítettük a keleti eredetünket, ami a magyarságnak ugye kulturális eredete volt. És én azt érzem, innentől kezdve nagyon hipotetikus leszek, hogy ez a harc politikailag eldőlt, de belül kulturálisan nem dőlt el bennünk. Tehát Koppány szelleme az bennünk él, és újra fellázad. Aztán újra és újra legyőzi bennünk István, aztán István vereséget szenved, vagy nem tudja beváltani az ígéreteit, és ezért Koppány újra és újra föllázott, és ez egy ilyen tudattalan belső dinamikát ad a magyar társadalomnak, és ez a kettős megosztottság egyébként Kuruc Labanc, Népi Urbánus, jobb és baloldal, tehát számtalan egyéb formában így felbudjan, és az adott történelmi szituációhoz igazodva, tehát mindig másképpen nyilván, de azért mégiscsak ez a, ha nagyon leegyszerűsítjük, vagy talán nem is kell annyira leegyszerűsíteni, ez a keletiességünk és a nyugatiasságunk konfliktusaként mutatkozik meg. Lehet, hogy ez már túlzás, de még a Széchenyi-Kossuth vitát is lehetne szerintem ebből a szempontból értelmezni, ahol Széchenyi nyilván a nyugatosodás, és Kossuth inkább ez a keleti, kurucosabb mentalitásnak a szimbóluma. És én úgy érzem, hogy van egy olyan dinamikája magyar történelemnek, ahol ugye István hozott egy döntést,
És azért a történetben mégis mindig azt látjuk, hogy aki keletről jön, az mindig nyugat felé akar menni. Valahogy a nap menetét akarja követni, és mi is úgy mindig vágyunk arra, hogy nyugatiak legyünk, hogy nyugattá váljunk. És ebben a igyekezetünkben rendre kudarcot vallunk. Az most nem tartozik ide, hogy ez mi hibánkból, milyen egyéb okokból, külső okokból, meg egyáltalán lehetséges-e, de mi szeretnénk nyugativá válni, és nem sikerül. Csalódunk a nyugatban, és akkor abban a pillanatban felhorkan bennünk a kelet, hogy nehogy már ezek. Nem is kell nekünk. Ez nekünk nem is kell valójában. Mi szittyák vagyunk, és azok is leszünk. És aztán eltöltünk ebben az állapotunkban valamennyi időt, és rájövünk, hogy igazából nem akarunk annyira szittyák lenni, azért nem rossz nyugatinak lenni, és akkor megint szeretnénk nyugatiak lenni, és ez az egész dinamika újraindul. Tehát mintha lepattannánk mindig a nyugati álmainkról, és akkor nem marad más, mint a keleti gyökereinkbe, így a keleti vadságunkba belekapaszkodni. És hogy ez a húzavon, ahogy én nagyon személyes legyek, ez így zajlik már egyébként bennem is, tehát nem akarom ezzel magamat kivonni, de úgy azt gondolom, hogy a magyar társadalom egészében zajlik, és biztos, hogyha most itt végigmennénk, és arra kérném a jelenlévőket, hogy mindenki mondja meg, hogy benne szerinte a keleti komponensünk, ez a vad, természeti, nem tudom, erő, meg ez a nyugati, rendezette, polgárosodottabb erő, ez itt milyen százalékban van meg, van, akinél lehet, hogy 50-50 lenne, van, akinél 70-30, teljesen mindegy. Amit állítok, az az, hogy megvan bennünk mind a kettő. És ezt próbáljuk néha így megszépíteni, hogy kompország vagyunk, és akkor itt is, meg ott is megjelenünk. Én azt látom inkább, hogy egy ilyen kettős elidegenedettséghez vezetett az elmúlt 1000 év. Tehát sokszor már azt érezzük, hogy igazából egyik se jó nekünk. Tehát nem az van, hogy mind a kettőben megtalálnánk az értelmet, hanem mintha mind a kettő negatívvá válna, és beszorultunk most egy ilyen senki földjére. És ugye itt, hogy most politikailag is egy picit, vagy társadalmilag is ezt alátámasszom, amikor nyugatosodásról beszélünk, ma Magyarországon nagyon sok embernek az jut eszébe, hogy ez az elpuhulás, ez a felhigulás, azok a nyámnyila nyugatiak, akikben már nincs életerő, a pusztuló nyugat, ugye, a hanyatló nyugat, különféle történelmi formákban, de úgy van bennünk egy olyan érzés, hogy azért a nyugat, a fizetésük jó lenne. Tehát ezt szögezzük, hogy a fizetésük jó lenne, de amúgy puhányok. Amúgy ők már nem olyan igazi emberek, ők már elveszítették az életerejüket, bezzeg mi. Tehát van a nyugattal szemben kialakult egy ilyen, nem azt mondom, hogy mindenkiben benne van, de azért azt ne tagadjuk le, hogy erős vonulata ez a magyar társadalom pszichológiának, erre lehet plakátkampányokat építeni, és Európai Unió ellenes politikát építeni, hogy ezt talán nem kell bizonygatnom. De ugyanígy a keletiességünkkel kapcsolatban is én érzek egy ilyen torzulás, mert a keleti, azt mondom, hogy keletiesség, akkor arról nekünk nem a zen buddhizmus jut eszünkbe, hanem, bár hozzáteszem, hogy a magyar buddhista közösség relatív erős is. Tehát valamiféle rokon, úgy tudik, hogy rokon lelkekre találok magyar emberben a buddhista tanítás, de most ez egy félrevinni a beszélgetést. A keletiességről meg az jut eszünkbe, hogy az meg egy ilyen ózsdi maradiság. Szó negatív értelmében vett parasztság. Tehát ami keleti, az olyan elmaradott, olyan hát elavult ózsdi. Igen. A bőgatyás. És nagyon érdekes ebben, csak egy zárólet hagyni is, hogy a kommunizmus, ami ugye magát egy ilyen haladó, internacionalista eszmének képezte, de mégis alapozott egyébként a népiségre. És ezt azért tudta csak megtenni, mert ő a nyugattal szembe volt. Tehát számára a népiség önmagában ellenségkép kellett volna, hogy legyen, hiszen a haladó, iparosodó, internacionalista munkás forradalmat akadályozzák ezek a parasztok, de mégis, hogyha visszaemlékezünk, a kommunizmus idején csomó ilyen népművészeti virágzás volt, nagyon sok néptáncklub volt, nagyon sok a népi kultúrát bemutató film készült, akkor beleillett a politikai rendszerébe a kommunizmusnak, mert a nyugattal szemben ezt úgy meg tudta mutatni, de ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Szerintem ez az öröklődő dinamikánk, ez a kelet és nyugat, és mindig rossz szintézist csinálunk ebből, mert mindig egy ilyen rossz kompromisszumot akarunk kötni, ez a kompország, vagy pedig ki akarjuk az egyiket vágni. Tehát azt mondjuk, hogy akkor most már csak a nyugat és a kelet az úgy menjen ki belülünk, és most itt, amikor keletről beszélek, nem Putyinról, meg nem Kínáról beszélek, hanem
társadalompszichológiai mintázatról, tehát hogy még mielőtt bárki félreértené. Hogy itt szeretném, hogy egy picit jobb viszonyt alakítanánk ki Kínával, mert jönne még, hogy 5 akkumulátorgyár, meg 2 paksi atomerőmű. Tehát nem erről beszélek, hanem arról, hogy a keleti komponens valaki szeretné teljesen megszabadulni tőle, és nem tudomásul venni. A másik oldalon meg a fordítottját látom, hogy ilyen elvágólagosságokat érzékelek. És szerintem egyszerűen tudomásul kellene venni ezt a helyzetünket, hogy ez az adottságunk, hogy mi vagyunk a legnyugatibb keleti nép, és mi vagyunk a legkeletibb nyugati nép, ezzel egy csomóság jár. Ez van, ez dobta nekünk a történelem gépe, és ezzel kell valamit kezdenünk, és szerintem ebből lehet kihozni egy csomó dolgot. És akkor én most érnék rá a messiás választás lélektanára, mert ugye említettem, hogy azért számtalan szempontból sérült nemzet vagyunk. Amikor azt mondjuk, hogy messiás várás, és akkor itt megint ez a kelet-nyugat között így elidegenedett nép, hogy mondjam, ugarára érkezik mindig a messiás ígérete, hogy ha azt mondom, hogy messiás várás, akkor most ennek éppen sok esetben van egy ilyen negatív hangzása is. Alapvetően a messiás várásról azt gondoljuk, hogy az a felszabadulás reménye. Ezt talán így lehetne lefordítani, hogy akkor messiás várunk, felszabadulás reményét éljük meg, és én ezt vitatom. Tehát én azt is vitatom, hogy a messiás várás remény lenne, meg azt is, hogy a felszabadulásról szólna. Az első kérdés szerintem, amit fel kell tenni, hogy kik várják a messiást? Ugye itt a messiás várás, ugye az a zsidó történelemben jelenik meg. A Krisztus előtti 10. században ugye Dávid létrehozza a zsidó királyságot, és annak dicső időszaka után az elindul egy bomlás és egy hányatatott sors felé, jönnek babiloni fogság, asszírok, rómaiak, tehát egy nagyon nehéz időszakba kerülnek, és ebben az időszakában alakul ki a zsidó közösségnek, ugye proféták jósolják meg, hogy majd jön egy messiás, aki politikai messiás lesz, és felszabadítja újra és visszaállítja a függetlenségét a zsidó népnek. Vagyis a messiás várás, ha jól értelmezem, akkor egy olyan talajon jelenik meg, ahol van egy dicső múlt, egy nagy, fényes dicső múlt, és van ezzel szemben egy tragikus, reménytelen jelen, ami nyilván nagyon komolyan szembeállítható egymással, és nem csak, hogy egy tragikus és nehéz jelen van, hanem a messiás várás a zsidóságon belül ugye akkor jelenik meg, amikor tényleg semmi remény nincs arra, hogy ez megváltozzon. Tehát dicső múlt, szomorú jelen, és mindenféle belső tartaléknak a hiánya. Tehát nem úgy jelenik meg a messiás, hogy van valami megoldási lehetőség, hogy ki tudnánk kerülni ebből a sanyarú helyzetből, és majd újra dicső múltunk lesz, hanem akkor semmi nincs. Amikor minden remény elveszett, akkor jelenik meg a messiás várás. És ezért mondom azt, hogy szerintem a messiás várás az nem a remény, hanem az a reménytelenség szüleménye. A másik, hogy milyen megváltót várunk, tehát ki az a messiás, akit szeretnénk látni, és itt megint azt érzékelem, hogy ugye a megváltó az mintha azt jelenteni, hogy megvált engem, vagy bennünket valami külső, a politikai értelemben beszélek most természetesen, Jézus pont ezért nem értették sokan abban a kultúrkörben, mert ő nem egy külső környezettől akarta megváltani, és nem is egy népet, hanem nyilván egy univerzális üzenetet képviselt. De a politikai messiás ugye az, aki megszabadít engem attól a külvilágban megalakotott vagy létrejött környezettől, ami engem nyomaszt. Nem én változok meg. Föl sem merül, hogy nekem meg kéne változnom. A messiás az, aki átalakítja úgy a körülöttem lévő világot, hogy nekem végre jó legyen. Úgy, ahogy vagyok. Nekem ahhoz ne kelljen változnom. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem a messiás várás az apa komplexusnak, hogy a felelősséget mindig valaki másra hárítjuk, valami felsőbb szereplőre, és a tanult tehetetlenségnek így a hibridje. Hogy én úgyse tudok változtatni, nem is lehet változtatni, ezen változtatni már nem tud földi erő, itt már valamilyen égi küldött kell, valamilyen égi erővel felruházott emberfeletti embernek kell jönnie, és ezért mondom azt, hogy a messiás nem felszabadító, hanem egy új apa. Egy új apa, aki megvált a korábbi apától, akit én választottam. Vagy akivel együtt éltem, de azt kezdtem érezni, hogy toxikus a számomra. Azon nem gondolkodtam, hogy ennek a toxikus viszonynak, ebben a toxikus viszonyban az én felelősségem micsoda, azt várom a messiástól, hogy szabadítson meg tőle, és ha lehet, akkor legyen az új apám.
És ezért mondom azt, hogy a felszabadulás reménye, amit úgy gondolunk a messianizmus, vagy messiás várásra, pont az ellenkezője igaz, az egy újabb szolgaság reménytelensége sok esetben a messiás várás. És ilyen értelemben betegségtünet nem egy dinamikus, tenni akaró közösségnek a reménye, hanem pont fordítva egy bénult tömegnek lényegében a kétségbeesése, a messiás várás. És ami ebben az egészben még szerintem plusz veszélyes, hogy a messiás várás magát a messiásnak kiáltott embert is megrontja. Hiszen olyan szerepet, olyan szerepkörbe helyezi, amit nem lehet végrehajtani, vagy ha végrehajt, akkor azzal lényegében nem biztos, hogy messiási szerepet tölt be. És hát nyilván ezek így eléggé negatív ecsetvonások, de hogy az én záró gondolatom az, hogy minden népnek meg vannak, mindannyiunknak vannak egyéni problémái, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy teljesen egészséges mentálisan, akkor sürgősen keressen fel egy szakembert. De minden egyénnek vannak mentális problémái, és vannak nehézségei, akadásai, traumái, küzdelmei, démonai, és így azt gondolom, hogy minden népnek is vannak ilyen küzdelmei, nehézségei és traumái. Nekünk is. És nyilván mindig mindenkinek a sajátja a legnehezebb, meg a legkeserűbb. De az, hogy egy néppel mi történik, az szerintem nem pusztán passzív, nem csak passzív kérdés. Tehát egyrészt a körülöttünk lévő történelem egy csomó mindent, kényszerpályát kialakít, ez oké. Okay. Másrészt vannak öröklődő mintázataink, amik szintén ilyen kényszer sors felé tolnak bennünket, ez is oké. Okay. Az előttünk lévő generációk is hoznak bizonyos döntéseket, amik a mozgásterünket vagy szűkítik, vagy növelik, de, és akkor itt jön az én záró gondolatom, ettől függetlenül nekünk is mindig van döntési lehetőségünk, és én ebben abszolút a Bibó Istváni gondolathoz csatlakozom, hogy ő írt erről, hogy minden generációnak örököl egy mozgásteret, ami lehet, hogy az előző generációk döntései miatt nagyon szűk, de mozgástér. Tehát nincs olyan generáció, akinek nincs mozgástere. A mozgástér mennyiségileg lehet szűk vagy tágabb, de van. És ezért minden egyes generációnak az a felelőssége, hogy a saját mozgásterét felmérje, felismerje, és ezen a mozgásteren belül jó döntéseket tudjon hozni, mert ezzel egyrészt a saját életminőségét, közösségi életminőségét javítja, másrészt pedig az utána jövő generációk mozgásterét szélesíti. Tehát én azt hiszem, hogy ilyen értelemben az, hogy tanultehetetlenséggel, meg apakomplexussal, meg kelet-nyugati hasadással küzdünk, ez erről nem azért kell beszélni, hogy így a kardunkba dőljünk, hanem azért kell beszélnünk, és nem az egész előadássorozatnak valahol ez a célja, hogy jobban megismerjük önmagunkat. Mert aki nem ismeri önmagát, azt mások fognak jobban ismerni. És az, akit mások jobban ismernek, mint ő önmagát, azt a másik manipulálni fogja. Nem biztos, de lényegében egy ilyen felhívás keringőre, hogy itt vagyok, nem értem önmagam. Én értelek téged, akkor szívesen megmondom, hogy erre kell menni, vagy arra kell menni, és itt már nyilván ennek már lennének aktuál politikai továbbfűzései is ennek a gondolatnak, de ebben most már nem megyek bele. Én ennyit szerettem volna mondani, és akkor most az a része jön a beszélgetésnek, még egy kis türelmeteket kérném, hogy még mi reflektálnánk egymásra, mert láttam, hogy a Mátyás is jegyzetelt, meg én is egyébként. Jó. Köszönöm szépen, szerintem így nagyon érdekes gondolatokat hoztál fel, és te néhányra reflektálnék ezek közül. Az első akkor itt is végződött, de akkor én is indítanak ez a sérültségnek a kérdése, ami valójában, ugye, hogyha így a sorsanalízishez térünk vissza, ez a kényszer sorssal valahol egyenlő. Ami szerintem ezzel kapcsolatban fontos, hogy ettől sokan rettegnek. Hogy most akkor, ha rájövök, hogy van egy kényszer sorsom, vagy egy sérültségem, akkor hát akkor olyan nagy baj van. Akkor itt a vége. De valójában pont ez az első lépés a szabadon választott sorsnak. Amikor én rájövök, hogy igen, ez nem csak úgy történik velem, hanem hogy ez így ebben én benne vagyok, és hogy ez történik velem, ezt meg tudom ragadni. Tehát önmagában az, hogy ráébredek arra, hogy én nem vagyok tökéletes, hogy az egész emberi létünk ilyen, tehát bármilyen ideális társadalomban élnénk, abban is lenne valamilyen fajta sérültség, mert hogy az ember lét az önmagában korlátos. Hogy mindig benne lesz az, hogy a teljességet ebbe a földi életben nem igazán lehet elérni. Ez mindig az a tapasztalatom, hogy valami hiányzik, vagy éppen valamilyen negatív ér engem, de ez nem baj, mert hogy pont motiválhat arra, hogy tovább lépjek. Csak pont az a baj, hogy ez nem történik meg.
hanem az történik, hogy a sérültség fölött az emberek elkezdenek sírni, és sajnálják saját magukat, hogy milyen rossz nekem, hogy ez nem így történik, vagy ilyen rossz nekem. Ahelyett, és majd erről meg fogok mindjárt beszélni a többinél, hogy azokat az erőforrásokat, amik meddig rendelkezésükre állnak, elkezdenék használni. Miért nem kezdik el használni, és akkor majd utána megyünk még a kelet-nyugat irányba egy picit, hogy miért nem kezdjük el használni, és miért maradunk benne azokba a mintázatokba, amik jönnek évszázadokon vagy generációkon keresztül, a kényszersorsban, azért mert biztonságos. Nagyon biztonságos ebbe benne maradni. Mert hogy ismerem azt, ami történik. De hadd hozzak megint csak egy magánélet, tehát egy személyes életből vett példát, hogy miért olyan nehéz például mondjuk egy családi bántalmazó kapcsolatból kihozni valakit egy pszichológusnak. Mert akármennyire is fáj az áldozatnak, ami ott történik, az ő számára az az ismert. És ezt innen kívülről nézve nem tudjuk felfogni, hogy hazamész, megint meg fog verni. És mégis hazamegy. És mindannyiszor hazamegy, ha kimegy a rendőrség, azt mondja, hogy leestem a lépcsőn. Úgy, hogy előtte fél órával az ülésen elmondta, hogy ez vagy ez történik. Mert valamiért ez a fajta biztonság, hogy mindig ugyanaz történik, mindig forrul járunk, balsor, sakét, régen, dép, nagyon-nagyon biztonságos. És ezért nem sokan szeretnének túljutni rajta. Ha megnézzük a 90-es években a rendszerváltozást, pont ez volt, ami miatt nem sikerült igazán jól. Mert hogy a fejekben a mentalitás változása sose történt meg. Hanem azt gondoltuk, amit Gábor is mondott, hogy majd a fizetésük de jó lesz, utolérjük a nyugati országokat, minden fantasztikus lesz. Csak azt felejtették el, hogy bizony ez nem úgy fog történni, hogy akkor a kormány kiutalja a tanácsi lakást, meg mindenkinek van kötelező a munkája, mint ahogy a szocializmus éveiben van, és akkor csak annyi történik, hogy négyszeresére emelik a fizetést. Hanem az változik, hogy innentől kezdve az egyes ember felelős lesz a saját életéért. Ó, ez már nem tetszik. Ezzel már baj van. Hogy is volt ezzel a szocialista párttal, itt gondolták ők 94-ben, és már is mondták, hogy ja, hát végül is jó lesz az. És akkor nem szeretném menni tovább vinni, mindannyian tudjuk, hogy hogyan ment ez. Szóval, hogy a felelősség van abban, hogy az ember a szabadon választott sorsát megélje. Tovább menve a következő gondolatra az a keletnek meg a nyugatnak az ellentéte, és én itt pedig azt hoznám be, hogy ugye mindig, ha azon gondolkozunk, hogy kelet vagy nyugat, akkor ez az évezredes kérdés soha nem fog feloldódni. Ha a vagyot kicseréljük ésre, kelet és nyugat, akkor viszont ebben egy borzasztó nagy erőforrás lehet. Miért nem lehetne a kurucos szenvedélyességünket a nyugati mentalitásba ágyazva fölrobbantani a gazdaságot meg a mentalitást? Mert hogy azt gondoljuk, hogy hát a kettő az kizárja egymást, nem zárja ki egymást. Kelet és nyugat. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egy jövője van annak, hogy ez sikerüljön. Ugye itt ez az, hogy ami miatt nehéz eldönteni, hogy a legtöbb ember az kompromisszumokban gondolkodik, hogy az túl van értékelve, kompromisszumos megoldás, akkor kicsit ez, kicsit az nem. Tehát ezt vagy teljesen, mind a kettő, és beleállunk, hogy igen, mi teljesen nyugatiak vagyunk, és teljesen keletiek is, mert a kompromisszum az arról szól, hogy egy kicsit innen is leveszünk, mert jó, az nem fér bele, onnan is leveszünk, és valójában az egészből egy ilyen teljesen kiüresített és lecsupaszított valami lesz. Nekünk a konszenzus kell, amikor azt mondjuk, hogy az az és, az nem azt jelenti, hogy a nem tetsző dolgokat azt kiiktatjuk belőle, hanem hogy összehangoljuk. Ahogy van egy hatalmas folyó, ami kiárad és elsodorja a várost, vagy szabályozzuk, és egy vízi erőművet építünk rá. És akkor meg energiát termel. A messiás várásnál teljesen egyetértek veled ezzel a tanultehetetlenséggel, tehát nem is ebben mennék hozzá, sőt ezzel az apa komplexussal is, viszont azt az egyet tenném hozzá,
hogy a messiások kiválasztásában és hatalomra emelésében azért a népnek rengeteg energiája és munkája van. Tehát ez nem úgy történik, hogy a messiás az megjelenik és átveszi a hatalmat, hanem a társadalom ebben rengeteg energiát öl. Forradalmat csinál, tüntet, ide megy, oda megy, és fölemeli a messiást. Tehát nem arról van szó, hogy a tanult tehetetlenség egy olyan dolog lenne, amiben nincsen erőforrás, nagyon sok erőforrás van benne. Emberek százezrei bírnak megmozdulni, akkor, amikor arról van szó, hogy itt egy messiás. Ebben rengeteg erőforrás van. A probléma az az, hogy maradunk ezen a dinamikán, vagy az egyik, vagy a másik, vagy az egyik, vagy a másik, ahelyett, hogy ezt az erőforrás valami olyan irányba fordítanánk, ami egy másik, ami a közös felelősségvállalás, a saját mentalitásunknak az átgondolása, hogy nekem nem kell választani a kettő között, mert hogy most akármelyik oldalt nézem, mindegyiknek vannak jó oldalai, és természetesen mindennek vannak hátrányai, hanem én lehetek a kettő együtt, hogy nyithatok mindkét irányba egyszerre. Szóval én azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne végig gondolom, meg felhasználnunk amúgy a magánéletünkbe is, hogy ebbe a tanult tehetetlenségbe annyi energiát ölünk, amennyi energiából amúgy változtathatnánk is. Így én is szerettem volna. Jó, akkor engedjétek meg, hogy még én is pár gondolatot mondjak. Az egyik az itt a idéztél itt a himnuszból, és szerintem a különféle néplelkeknek vannak ilyen mintázatai, amiből meg lehet ismerni közvetett módon azt, hogy milyen az adott nép vagy nemzet, és szerintem a himnuszok azok ilyenek. És én nagyon szeretem a himnuszt, ezt el kell mondjam, de mindig küszködök vele, hogy jó-e az a himnusz. És nem kulturálisan, meg nem zeneileg nyilván, hanem hogy abban az értelemben nagyon jó, nagyon kifejez bennünket. Mert kicsit egy ilyen temetési jellege van. Tehát, hogy igazából így elbúcsúzunk egymástól minden egyes himnusz éneklés során. Még más országok himnuszai ugye ilyen harcba hívó, ilyen harcindulók lényegében, hát a francia himnusz is. Mi meg úgy megköszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük szépen, és ennyi volt. Kb. Ez ami, és ez nagyon tükrözi a mi néplelkünket, úgy szoktam trükközni ezzel így a rendezvényeinket, hogy arra kérem mindig a munkatársat, hogy kicsit gyorsítsuk föl. Tehát egy pár észrevétlenül, hogy kicsit úgy jobban hangzik egyébként. Van egy olyan kis dinamikája, lesz olyan harciasabb dinamika, és azért csak zárójelben annyira vicces, most olvastam, hogy a Csecsenföldön van most egy olyan döntés, hogy a túl gyors dalokat betiltják, úgyhogy lassítani kell ott a dalokat. Ott egy másfajta, a túl harcias már a szellem, és ott picit vissza kell lassítani a dalokat, de halál komoly. Tehát meg volt a cikkben az, hogy milyen diszkószámok nem fognak tudni elhangozni például majd a Csecsenföldön, bár mondjuk egy csecsen diszkót nem tudom, most így nehezen tudok vizualizálni, de nem is tartozik ide. A másik dolog, és ez is kötődik ide a himnuszhoz, vannak olyan külföldi oldala, vagy Magyarországon élő külföldiek csinálnak olyan oldalakat, tartalmakat, ahol a magyarországi életüket mutatják be. És nagyon érdekes, hogy van egy közös dolog, amikor megpróbálják így megfogalmazni ők, és ugye a külső szem az sokszor jobban lát bennünket, mint önmagunkat, hogy milyenek a magyarok, akkor mindig szoktak azzal viccelni, most már panaszkodom én is. És ugye ez tesz úgymond magyar rá, hogy panaszkodom. Van egy ilyen hungarikumunk, és ők ezt észlelik, és talán ennek is van valamilyen fajta relevanciája vagy jelentősége, hogy mások számára azt tűnik föl, hogy amikor itt huzamosabb időt itt töltenek, akkor rájönnek, hogy a magyarok mindig panaszkodnak. Mm. És ez a panaszkodás is valójában szerintem ennek a kényszersorsnak a ilyen kis morgolódása. Mm. Hogy nem szeretnék, abba is energiát ölünk végül is, nagyon sok energiát ölünk a panaszkodásba is, azért panaszkodunk ilyen sokat, hogy ne kelljen változtatni azon, ami miatt panaszkodunk. És szerintem az a messiás várásba öltött energiánál, és én azt érzem, hogy igen, nagyon sok energiát teszünk bele, de csak azért teszünk bele azt a sok energiát, utána ne kelljen sok energiát, még több energiát tenni a valódi változásokba, vagy akár a saját magunk megváltozásába, vagy a polgárosodásába. Tehát én azt gondolom, hogy ott azért van egy ilyen józan paraszti ész a negatív értelemben, hogy jó, tüntessünk, stb., mert hogy utána hát, ha nem változik ez a helyzet. Hát, ha megmaradunk a kényszer sorsunkban. És amit mondtál a kényszer sorson, nekem az jutott eszembe, azt hiszem Fromm-nak van egy ilyen könyv, hogy Menekülés a szabadság elől. És
És hogy, mint hogyha a magyar társadalmat tényleg ez jellemezné, én azt gondolom, hogy a szabadság nekünk egy félelmetes dolog. Beszélünk róla, hogy szoktuk, hogy mi szabadságharcos nemzet vagyunk, de igazából nem tudom, hogy akarjuk-e igazán a szabadságot. Ugye a Jalomnak van az a négy, ugye ő négy nagy félelmet különböztet meg így az ember életébe, de szerintem ez közösségileg is, hogy a halál, a magány, az értelem nélküliség, és nagyon fura a szabadság, mert ugye az felelősséggel jár. És szerintem a magyar társadalomban van egy ilyen jellegű mély félelem a szabadságtól, ami lehet, hogy tanult tehetetlen, lehet, hogy tanult, mert hogy már olyan régóta nem volt benne részünk, hogy annyira távoli, annyira idegen, hogy már félünk tőle, mert ami idegen, attól félni szoktunk. Úgyhogy lehet, hogy ez is benne van, de és akkor ez az én záró részem itt ennél a blokknál, hogy a reformkor számomra is, ennek most megint nincs politikai töltete, hanem egyszerűen így gondolom, hogy a reformkor azért egy különleges időszak a magyar történelemben, mert mindaz, amikről itt most beszéltünk, ott szerintem annak ellenem mozdult a magyar társadalom, és ellene mozdult az egész ország. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ugye szoktuk magunkat azzal bíztatni, hogy alulról jövő változások kellenek. És én is nagyon szépnek tartom azt, amikor megmozdul a nép, és megindul a nép, de alapvetően a reformkor nem egy alulról megmozduló időszak volt. És mégis az elmúlt 500 évünknek talán a legsikeresebb és legszebb időszaka volt, de azért tudott azzá, mert a nép mindig a jobbat és jobbat akart, de ahhoz, hogy ez, ebből valami történjen, ahhoz az úgynevezett értelmiségnek, uralkodó osztálynak, elitnek is szüksége van valamire. És hogyha megnézzük az elmúlt 500 évünket, akkor azt látjuk, hogy az éppen aktuális uralkodó osztály, ez mindig védi az érdekeit. Nem csak nálunk egyébként, de történelmi jelenség is, hogy az uralkodó osztály állandó görcs az, hogy csak a pozíciómat el ne veszítsem. És te mondtad ezt a bőségszemléletet, és ott termékenyítetted meg ezt a gondolatot bennem, hogy valójában a reformkoriságot a bőségszemlélet jellemezte. Az akkori nemesség, az akkori élet azt mondta, hogy én adok az enyémből, szabadítsuk fel a jobbátságot, mert így jobb lesz nekem is, neki is, meg mindenkinek. Tehát, hogy a reformkoriságban ez a bőségszemlélet és a hiányszemléletből átlépni a bőségszemléletbe, az ott egy történelmi valóság volt, és megmutatta, hogy ez milyen energiákat és milyen dinamikákat szabadít föl. Ugye ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem példa, tehát nem vagyunk abban a rossz helyzetben, hogy ne lehetne változtatni ezen, ami most körülvesz bennünket. Itt, mint a reformkor előtti 18. század is borzalmas volt a magyarság számára. Tehát én most meg nem akarok történelmi részekbe belemenni, az 1700-as években simán fölmerült az, hogy a magyar nép megszűnik. Ugye Mária Terézia idején, Második József idején, 1791-ben Herder azt jósolta, hogy hát a magyaroknak lefőtt a kávét, ugye ez a herderi jóslat, hogy a szláv meg a germán tenger előbb-utóbb fel fogja szívni ezt a népet. Tehát hogy nagyjából ez volt a közhangulat. Tehát nem volt, akkor sem az volt, hogy jó, volt persze egy volt felvilágosodás, meg volt nyelvújító mozgalom, meg volt sok minden, de, és ezek meg is alapoztak a reformkornak, de azért nem volt egy ilyen minden happy időszak. És mégis meg tudott erősödni, és mégis meg tudott jelenni a reformkor, úgyhogy ez adhat nekünk reményt, hogy tudunk itt a társadalmi traumáinkkal, meg mintázatainkkal valamit kezdeni.